Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Fekerle Szabolccsal. Mielőtt mai vendégünket bemutatnám, engedjék meg, hogy szokásunkhoz híven felhívjam a figyelmet, hogy a Magyar Hang túlnyomó részt olvasói, hallgatói, nézői támogatásából működik. Éppen ezért kérjük, hogyha tehetik, fizessenek elő lapunk online vagy nyomtatott változatára, kövessenek bennünket a Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, illetve felhívom figyelmüket még egy újdonságra. Nem olyan régen könyvkiadásba fogtunk, és eddig 3 kötetünk jelent meg. Az egyik a Hangos könyv, amely a Magyar Hang elmúlt 5 évének krónikája. Körmendi Zsuzsanna Freddie Mercuryról szóló könyve, egy nagyon sajátos, kicsit szubjektív megközelítésű, nagyon érdekes kötet. És itt egy kötet, aminek talán nem is kellene reklám, de azért reklámozom természetesen. Stefano Bottoni, a hatalom megszállottja, Orbán Viktor Magyarországa című könyve, amely a megjelenése után 1-2 nappal már a nagy könyvkereskedők eladási listáinak élére került, amit nagyon köszönünk, és mindenkit arra biztatunk, aki még nem tette meg, hogy szerezze be ezt a kötetet, illetve hát mind a 3 kötetet, hogyha kíváncsi rá. Köszönjük szépen! És most megköszönve türelmét mai vendégünkhöz fordulok, Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, író, műfordító, a sorrend talán nem volt pont a megfelelő, de azt hiszem erről is fogunk beszélni. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropója, közvetlen apropója az, hogy megjelent Nádasdy Ádám új könyve, Hordtam az írhámat címmel. Ez tulajdonképpen most könyvheti újdonság. És ezek, hát ha jól számoltam, kb. Az utóbbi 30 évben született írások. Igen. Mindenfelé megjelent újságban, interneten, még ilyen egyetemen elmondott beszéd is helyet kapott benne. Igen. És ami talán, ha nem is mindegyiket, de egy nagy részüket összeköti, és nem véletlenül került, gondolom, a könyv hátoldalára ez az idézet a könyvből, az a külföldiség, a valahova tartozás, valahova nem tartozás kérdése. Ugye itt azt olvassuk, hogy külföldi vagyok, ez az, amit a legkevésbé szerettem életemben, külföldinek lenni. Otthon is azt tanultam, az ember ne legyen külföldi, az ember mindenütt otthon van, és ahol nincs, oda nem kell menni. Így van. Na most ezzel kezdeném, mert mind a könyvben, mind pedig akár a mai élethelyzetében látok némi ellentmondást. Az egyik, ugye, amivel rögtön kezdődik is az írás, Eine K und K Familie szól az első anyag címe, ez egy interjú önnel, amiben nagyon szórakoztatóan egyfelől, és hát nagyon érdekesen leírja azt, hogy milyen családból származik, és ez a család, ez véletlenül sem olyan, aminek ne lenne köze a külföldhöz. Hát igen, csak azt meg nem külföldnek tekintettük. Igen, értem, hogy mit mondtam. A külföld persze nem egy földrajzi fogalom, hanem hát egy kulturális fogalom, talán politikai fogalom is volt, különösen a vasfüggöny idején. Tehát anyám Prágába született, a nagyanyám az Adria partján, Pólában, vagy mai nevén Pulában, Horvátországban. Apám bakonyi svábok leszármazottja volt, német nyelvű volt a felmenő rokonság alapvetően, de hát mondjuk tényleg egy ilyen nagy közép-európai felmenőséggel rendelkezem, ugye a K und K, ugye Kaiserlich und Königlich, tehát császári és királyi, tehát még a rendes osztrák-magyar monarchia. Ezen belül tényleg azt, hogy külföldön, azt nem nagyon használtuk, legfőjebb arra valóban, hogyha valaki, nem tudom én, Svédországba élt, hát az külföld persze, vagy hát Amerikába. De tény, hogy az, hogy úgy ide-oda jártunk, hogy az egyik itt lakott, a másik ott lakott, ilyen nyelven beszélt, olyan nyelven beszélt. Nemrég összejöttünk mindazok, akik a déd nagyapámtól, Lovag Hübner Eduardtól származunk, sokan vagyunk, még amerikai rokonok is voltak, Szlovákiában is élnek, leszármazottak.
és végül, meg hogy mondjam, angolul beszéltünk elsősorban, mert hát ugye a világ úgy megváltozott, a fiatalok már egy csomó helyen, jó, aki német területen maradt, Svájc van, Ausztriában, az tud németül, de az itt élő fiatalok már nem. De úgy éreztük, hogy teljesen mindegy, hát valahogy beszélni kell egymással. Ugye a könyvből kiderül, hogy nagy részt a nagyszülei nevelték, vagy hát nem igen, szóval, hogy a napi feladatokat mondjuk nevelésben ők látták el, így van. És ők ugye németül beszéltek. Aztán az is kiderül, hogy természetes volt az olasz tudás is a családban, sőt talán valamennyire a francia. Hát a franciát azt úgy illett, igen, mert úri családnak. És ez még az 50-es években is, ez felülírt mindent. Maximálisan, igen. Az, hogy ez egy, talán a válasz is benne van a kérdésben, de nem biztos, hogy az, hogy ez a sok nyelvette körül gyerekkorában, ez teljesen egyértelműen determinálta, hogy nyelvész legyen? Vagy azért volt itt más elképzelés? Hát erre azt kell válaszolnom, hogy nem, mert hárman voltunk fivérek, és csak én lettem nyelvész. A nagyobbik bátyám külkereskedő lett, a középső meg festőművész. Így hát ez nem mutatkozott. Nem, ehhez kellett egy egyéni érdeklődés vagy tehetség is. Gondolom ugyanolyan nem, mint hogyha van, hiába van zongora a lakásban, és vannak többen testvérek, csak az egyikből lesz zongorista, mert valahogy az vonzódik hozzá. De én mindig szerettem. Tehát ez már akkor ez egy korai elhatározás volt? Igen, nagyon. Igen, és ugye benne is van a könyvben, hogy elhatároztuk kisfiú korunkban, lehettünk 9 vagy 10 évesek, hogy mi angolul fogunk tanulni iskolában néhány barátunkkal, de hát akkor az iskolában ilyen angol nem volt, és akkor hallottuk, hogy egy néni az utcában tanít angolul, és akkor őhozzá elmentünk. De és ez tulajdonképpen kalandvágy volt akkoriban, hát még ez mutatkozott a legelképzelhetőbb kalandnak. Egyébként én jártam német szakra, meg holland szakra, bevallom, hogy a nyelvészet pont a legkevésbé ragadott meg. Ezzel sokan vannak így, kérem, csak nyugodtan mondja a szemembe. A kérdésem pont ez lenne, hogy mi a jó ebben? Tehát vannak részei, amikor mondjuk a népszerű nyelvészet, ugye, amikor egy-egy új szó így feltűnik, és az ember megnézi, hogy jaj, de érdekes szó. Igen, de nem az de ugye a fonémák, az összes, tehát ez a részek, a rendszerek. Igen. A népszerű nyelvészet az olyan, mint a népszerű biológia, hogy tudta ön, hogy a papagáj hány évig él, meg két érdekel, hogy hány évig él a papagáj. Ugye az érdekes a genetika, meg a mutáció, meg a génsebészet, mondjuk a mai biológiában. Vagy hát az őslények kutatása, de hát ott se csak azok, akik ilyen nagy harapósak, hanem mindenféle. Szóval a halatlanul érdekesen nyelvészetben például az, hogy beindul egy nyelvi változás, nem tudjuk, hogy mitől, olyasféle talán, mint ahogy a járványok vagy a divatok terjednek. Tehát egyszer csak, most ezt kitalálom, egyszer csak elkezd mindenki daxli kutyát tartani, mondjuk. Először csak kevesen, de aztán mindenki úgy érzi, hogy már most már muszáj daxlit venni, de vannak, akik a végsőkig kitartanak, hogy ők just se vesznek daxlit, de azért a gyerekeik már igen. Ugye érti, ahogy a divat terjedni szokott. Na most ugyanígy a nyelvnek a változása, például a mai magyar nyelvben, hogy az ó, ő végű mellékneveknek a többes száma óak, őek lesz a régebbi ók, ők helyett. Tehát olcsók ezek a cikkek, mondták régebben, még én is fiatalon, ma már én is azt mondanám, olcsóak ezek a cikkek. És egyre többen mondják ezt. És mindegy, hogy miért végződik ó, őre, tehát érthetőek az ő magyarázatai, kellendőek a cikkek, és így tovább. Láthatóak a problémák. És nagyon érdekes, hogy egyrészt hangtani kondicionálása van, tehát ó, őre kell végződnie, de melléknévnek kell lennie, anélkül, hogy a beszélő ezt tudná. Mert a beszélő többségének fogalma nincs arról, hogy mi az a melléknév. Igen, nem kategorizálja magát. Mosolyából látom, hogy távoli halvány emlékei hát vannak. Hát azért a melléknévet jó. Na most azt mondja, hogy
Tehát azt senki nem mondja, hogy a kéményseprőek dolgoznak a padláson, pedig az is őre végződik, vagy hogy a darálóak elromlottak, pedig az is óra végződik. Tehát ez az, ami a nyelvészt érdekli. Mi az a beszélő agyában, amely megakadályozza, hogy a főnevekre is kiterjessze ezt a hangtani szabályt, anélkül, hogy ismétlem, anélkül, hogy tudná, egyrészt a legtöbb beszélő nem tudja, hogy mi az, másrészt, ha tudja, és nem gondol rá menet közben, hoppá, ez most főné vagy nem. Tehát azt mondja, hogy mikor a bunkók megjöttek, akkor már nem volt mese, akkor szétment a buli, mondja egyfelől, mert most főnév volt, jöttek a bunkók. Másfelől, adatom van rá, azt mondja, hogy a biztonságiak hót bunkóak voltak. De jó. Mert melléknév, mert milyenek voltak, ugye ez most egy jelző, az ő viselkedésüket írja le, tehát nagyon szép. Ez nagyon érdekes, hogy tehát akkor ilyen folyamatokat próbálnak vizsgálni, tetten érni, hogy hol indul, de hogy lehet ezt tetten érni? Tehát a nyelv azért alapvetően általában beszélt formában fejlődik is, vagy hát nem, nyilván le is írják ezeket, de hogy mégiscsak ott történnek ezek a dolgok. Az érdekel minket jobban, igen, mert természetesen azt is lehet vizsgálni, de az érdekel minket jobban. Hát nézze, nem tudok más mondani, mint hogy az ember jár, kell, megfigyel a Nyelvtudományi Intézetbe, vagy a ELTE folyosóján találkozik egy kollégával, aki azt mondja, hogy te észrevetted, most már harmadszor hallom a héten, hogy akkor elkezdünk odafigyelni, akkor adatokat gyűjtünk, megkérdezünk másokat, és hát akkor lassan összeáll a kép. Ma már ugye hát vannak internetes kereső lehetőségek, igaz, hogy csak írottat persze, de nagyon jól megy az is. Megjegyzem például a Nyelvtudományi Intézetben hatalmas hangzó adatbázis is van, tehát emberek beszédét, rádióműsorokat, mit tudom én, fölvettem. És ezek a változások, amiket említett, ezek általában valamilyen logikusság felé haladnak, vagy könnyítés felé, vagy teljesen esetleges? Nem, na most ez nagyon érdekes, nem látunk, de ugye 6000 éve vannak adatok nyelvekről, ugye az egyiptomi hieroglifáktól, meg a sumér, hogy hívják, ékírás óta, nem látszik semmiféle változás, hogy értelmesebb legyen. Hát gondoljam meg, egyrészt akkor már nagyon értelmesnek kéne lennie, másrészt, hogy miért indítottak volna annyira illogikusan, hogy ugye azt állandóan javítani kelljen. Ugyanúgy nem igaz, mint hogy van, aki azt hiszi, hogy a nyelv egyszerűsödik. Na de egy képzelje el, hogy 6000 éve egyszerűsödik, akkor egyébként már sokkal egyszerűbbnek kéne lennie. Másrészt miért indított volna az ősember olyan nagyon bonyolultan? Tehát nem, ide-oda mozog, tényleg egy kicsit olyan, mint a divat. Tehát a hosszú szoknya a divat, aztán a rövid szoknya, aztán megint a hosszú szoknya, aztán megint a rövid szoknya. Tehát akkor ez egy leíró tudomány olyan értelemben, hogy követik az eseményeket, próbálják dokumentálni, hogy mi történik, az okait pedig nem nagyon lehet meg. Ami nem, ebbe igaza van, nem is érdekesek tulajdonképpen. Olyan, mintha azt kérdezni, hogy miért van az elefántnak ormánya. Hát érti, ez nem egy érdekes kérdés. Lehet arra válaszolni, hogy föl tudja szedni kényelmesebben a földről az ennivalót, de hát ez azért ugye nem jó válasz, főleg, mert akkor nekünk miért nincs ormányunk, hát nekünk is nagyon kényelmes. Nem. De az érdekes, mint az előbb említett nyelvészeti példánál, hogy valójában az emberi agy hogy működik. Tehát mi teszi lehetővé, illetve mi akadályozza meg, hogy például egy szabályt túlgeneráljon olyan területre is, amelyet jelenleg, mintha nem óhajtana, de persze azt nem tudom, hogy ezt a határt miért szabja meg, de láthatóan megszabja, minthogyha arra törekedne, és akkor most elkezdek metaforikus lenni. Mint mikor azt mondjuk, hogy a természet arra törekszik, hogy nem tudom, mit csinál, a természet nem törekszik semmire. Mi, ha jobban ugye Darwint elolvassás, nem törekszik semmire. Optimalizálódnak dolgok egymás rovására. Hát ezt tehát ha azt mondja, egyrészt a leírás gyönyörűsége természetesen, ahogy a térképész. Hát hogy végre pontosan látom, hogy kanyarodik az a folyó, vagy nem kanyarodik. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Vagy egy történész, hogy akkor most szerdán volt az a csata, vagy csütörtökön a középkorban. Hát ez egy gyönyörű és fontos dolog. A régészről nem is beszélve. De
ha tetszik, van egy távolabbi célja, és az tényleg egyrészt az emberi agy, másrészt a gyerekek, tehát hogy még mindig nem értjük, hogy lehet az, hogy a gyerek ilyen rövid idő alatt megtanulja az anyanyelvét, miközben azt se tudja, hogy mit csinál. Uh-huh. És nem lehet neki azt mondani, hogy a Józsika, ez melléknév, és meg nem mondjad már, ezt nem lehet mondani. Uh-huh. Még mindig mint nyelvészhez fordulok önhöz. Amikor itt készültem a beszélgetésre, eszembe jutott, hogy végre megkérdezhetem valakitől, aki a magyarral is, és ezen kívül még, ha jól számom, négy nyelvvel nagyon jó kapcsolatban áll, ugye francia, angol, német, olasz. Szokták mondani, nem tudom, hogy mitosz-e vagy sem, ezt majd most hát, ha megtudjuk, hogy a magyar nyelv az egy nagyon különleges nyelv, egy nagyon... Tehát, hogy ugye szoktak olyat is mondani, hogy a világ három legnehezebb nyelve között van. Tehát mondjuk úgy, hogy a különlegességét szokták talán ezzel hangsúlyozni, ebben van-e valami? Nincsen. Az égvilágon semmilyen alapja nincsen. Még csak nem is különleges, egy átlagos európai nyelven is sokkal egzotikusabbak, vagy hát szokatlanabbak, furcsábbak vannak. A déli féltekén... És az, hogy nehéz, az egyszerűen nem igaz, mert ha nehéz volna, akkor a magyar kisgyerekek hosszabb idő alatt tanulnák meg az anyanyelvüket, mint a német, vagy szlovák, vagy olasz, vagy hottentott a kisgyerekek, de erre semmilyen jel nem mutat, pontosan ugyanannyi idő alatt tanulják meg, ugyanúgy hibáznak, aztán szépen kiküszöbölik. Valószínűleg, aki ilyesmit mond, az arra gondol, hogy nyugat-európai nyelvek tudóinak megtanulni magyarul, az a szokatlan szókincs miatt talán, mert hát ugye nem azt mondjuk, hogy teáter, hanem színház, nem azt mondjuk, hogy muzsika, bár mondjuk azt is, hogy muzsika, de zene, de egy csomó dolog van, nagyon másképp van. Nem azt mondjuk, hogy vino vagy wine, hanem bor. Igen. Valóban a szókincs, de hát ez nem olyan érdekes. Na most... Egy kínai számára teljesen mindegy, hogy olaszul vagy magyarul. Mert sehova nem tud kapcsolódni. Mert a teátró meg a színház az neki ugyanannyira exotikus. Mm-hmm. Tehát ez naív, vagy ha tetszik, abban az értelemben igaz, hogy milyen anyanyelvről a magyarra menni. De mondjuk Londonból nézve, ezt tudom a kollégáktól a Londoni Egyetemről, csehül megtanulni még talán nehezebb is, mint magyarul megtanulni. Aha, mert ugyanúgy nincsenek végül is hát, olyan, tehát hasonló szavak. És ráadásul csehül van hím, nem nő, nem semleges, nem? Ami hát aztán egy angolnak végképp. Igen. De szóval ez naív, ez igen, az egész. Igen. Nem akarok itt nagyon ilyen elméleteket felállítani, de egy kicsit kapcsolódva a következőket. Jó. Hogy... Ebben a könyvben elég sok olyan szöveg van, nem elég sok, de előfordulnak olyan részek, amikben azt nem mondom, hogy kíméletlenül, de egy kellő szigorúsággal jellemzi Magyarországot, jellemez bennünket, magunkat. És mert szeretem, hát akkor csak igen, igen, le. Igen, biztos, hogy azért, mert az ember ugye ezért foglalkozik vele. És van az egyik írásban, fel is írtam ide, csak nagyon gyorsan megkeresem, hogy pontos legyek. Szomorú, de igaz, hogy a magyar maradiság és földhöz ragadság szövetségese talált az elzárkózás párti rendszerekben, mind a nacionalistában, mind a kommunistában, és jó, ez már nem ezekhez kapcsolódva utasítja el az angol nyelvű kultúrák befolyását, de engem a mondat első része érdekel itt. Tehát, hogy ez az elszigetelédésre való hajlamunk, aminek számos oka van, nyilván ez a nagy magányunk itt a Kárpát-medence közepén. Talán a nyelvben, ugye azért jutott ez most... De ez is egy mítosz, hát érti, ez is nagyon érdekes, hogy ki találtak ilyen nagy magányunkat, és miért? Hát mert ugye azt szokták mondani, hogy egy részben körbevesznek minket szlávok, akik egymással nyilván szláv népek, akik egymással valahogy mégiscsak közelebb állnak, már csak a nyelv. A lengyelek meg az oroszok például? Azok hát a lengyelek meg az oroszok, de nem. Miről van szó? Nagyon fura. De akkor mégis miért? Tehát akkor ez egy sorsszerűség? Igen, csak ennek azért, lássuk be, ennek racionális oka nincsen. Hát, ráadásul hát akiket magyarnak nevezünk, vagy akik magukat annak nevezik, azok nagy
nagyon gyakran más honnan jönnek. Hát nekem minden felmenőm német, vagy német ajkú volt, vagy hát hogy is mondjam. Ugyanúgy, mint a Márai Sándornak. Hát most akkor most egyedül vagyunk, érti vagy, hogy nem tudom, ez egy nagyon érdekes mítosz. Az kétségtelen, hogy a magyar nyelvűek, ugye itt 1000 éve a Kárpát-medencében mindig kisebbségben voltak. Tehát mindig kevesebb magyar anyanyelvű élt a Kárpát-medencében, mint egyéb, miközben a legnagyobb kisebbség számban a magyarok voltak, vagy hát nem is kisebbség akkor, hanem többség. Tehát azt hiszem 30-35% között volt mindig a Kárpát-medencében a magyarság aránya. Ilyen magas nem volt se a szlovák, se a román, se a német, se a zsidó, senki más. De, na, de mégiscsak 30, tehát érti? Igen, tehát minden harmadik ember volt csak magyar a Kárpát-medencében. Most ez lehet, hogy adott egy olyan érzést kétségtelenül, hogy egyedül, nem tudom, érti, az erdélyi szászok azok nem voltak egyedül. Hát most az, hogy olyan nagyon messze éltek más, akik a németnek egy más változatát beszélték. Na jó, nem tudom. Ezek igazán érdekesek, de kérem, a mondatában valójában ez csak belefogalmazta a magányosság. Lehet, igen, hogy ezt hallottam ki belőle egy kicsit. Igen. De hogy nem tudom, a fenyegetettségnek az érzése az nagyon gyakran ortodoxiához vezet. Ugye akkor úgy érzi egy csoport, vagy akár egy család is, hogy akkor neki ragaszkodnia kell az eddigiekhez, ne változtassunk semmit, mert akkor hát, ha átvészeljük, akkor hát, ha nem fújja ki a szél belőlünk. Ennek a zsidók a legjobb példája, ugye, akik hát évezredeken keresztül valójában az ortodoxiájuknak köszönhetően maradtak fönt az állandó fenyegetettség érzése között. De mondhatjuk ugyanezt az erdélyi magyarságra is, akik nagyon erősen, ugye, hát különösen a román nacionalista nyomás alatt nagyon erősen, hát visszahúzódtak arra, hogy csak a régi értékek, csak az igazi, nem hogy mondjam, még jobban berzenkedtek a külső behatásoktól, mint a magyarországi magyar. Tehát ha egy magyarországi magyar fiatal azt mondja, hogy ne legyél már ilyen lúzer, mondja az apjának, akkor az nevet. Ha ugyanezt mondja a Csíkszeredába, akkor rászólnak, hogy te nem vagy te magyar, akkor beszéljél magyar. Tényleg? Hát ez tapasztalat hát mostanában, igen, még most, mindig? Igen. Érdekes. Igen. Vagy tehát sokkal inkább, nagyobb, persze itt Magyarországon is elhangzik ez, és ott sem mindenki, de inkább. De ugye érthető, ezt értem ortodoxián, tehát a bezárkózás egy meglevő... hát kulturális közegbe. Gondoljon kérem, az 50-es években a kommunista kultúrpolitika alatt a Shakespeare fordítások helyzetére. Ez engem ugye érint, mert hiszen magam is fordítok Shakespeare-t. Érdekes, hogy nem készültek az idő alatt Shakespeare fordítások, holott hát mindenütt a világban készültek, miért ne készültek volna, ez egy gyönyörű mesterség, ahogy egyike aztán azoknak, akik mégiscsak csinálták, Mésző Dezső, egy nagy mester, azt mondta, hogy ez olyan, mint a Madonna a gyermekkel, azt újra és újra meg kell festeni, hiába festették már meg sokszor, majd most én másképpen megfestem ugyanaz. Egy örök kihívás Shakespeare-t fordítani, de akkor minden jó érzési ember azt mondta, hogy nagyon jók a meglevő fordítások. Az Arany János, a Babits Mihály, a Vörös Marti, a Szabó Lőrinc. Nem szabad hozzányúlni, míg Petőfi Sándor pedig igazán nem jó, amit csinált, egy Coriolanus fordítása van. Azért, hogy nehogy akkor a pártközpont azt mondja, hogy ja, hogy nektek nem jó már az eredet, hát akkor megbízzuk X-elvtársat, és ez majd lefordítja. Aha. És akkor attól kezdve azt kellett volna ugye játszani, mert az lett volna hát a párt és a hatalom által támogatott fordítás. Erre mindenki inkább azt mondta, hogy akkor ne csináljunk inkább, mert akkor legalább, amit a lóversenyen szoktak kiabálni, így, ahogy vagytok.
Az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy mikor a, mondjuk már három ló elől megy, és én arra fogadtam, hogy ez, meg ez, meg ez, tehát a hármas befutó, hogy ki legyen a három, és akkor azon drukkolok, hogy ne rendeződjön át az ő sorrendjük, mert akkor kapom meg a legtöbb pénzt. Igen. Nem csak, hogy ők hárman, hanem hogy ők milyen sorrendjük voltak. Így, ahogy, így ahogy vagytok. De jó, ezt nem hallottam. Igen. Mondjuk nem is gyakran járok lóversenyre. Igen, igen, igen. Én se, de valahogy ez akkoriban még olyan közismert volt. A könyvben is, meg hát az, ugye hát ezzel természetes módon összekapcsolódva ön élete is. Sok epizód, amit itt olvashatunk, az, ahogy írja is, a legsötétebb 50-es években, illetve hát aztán később játszódik nyilván. De a lényeg, hogy ez a kor, tehát az ön felnőtt életének legnagyobb része az, vagy ebben nem vagyok biztos, de ugye, ha jól számolom, de a nagyobbik része azért kommunizmusnak vagy szocializmusnak nevezett rendszerben zajlott, utána volt egy kis szünet, és hát most történik valami, ami itt az előbb beszéltünk erről, hogy egy ilyen ortodoxiába menekül a fenyegetettség elől egy közösség, ez esetben egész Magyarország, vagy hát annak a fele, de ez politikai értelemben az egészet jelenti. Miközben most fenyegetettség, azt hiszem nincs is, csak egy kreált fenyegetettség, de ez nem változtat sajnos a lényegen, hogy... Ez egy érzés. Hogy mintha haladnánk megint arra felé, amit ön már elég jól megismerhetett korábban. Hogy látja ezt? Ez a, ugye szokták mondani, hogy van egy párhuzam a akkori közállapotok, állapotok és a mostaniak között. Látom ilyen párhuzamot, vagy ez egy nagyon más dolog? Látok ilyen párhuzamot, hát annyira ennek, hát hogy mondjam, szinte ilyen tragikomikus felszínű megjelenései vannak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt a kifejezést kezdte használni, hogy béketábor. Igen, igen. Édes jó Istenem! Hát a béketábor az a szovjet propagandának volt egy eszköz, de most hát sajnos úgy tűnik, hogy Orbán miniszterelnök a szovjet, vagy mostani nevén orosz propaganda eszközévé vált, ha ilyeneket mond, hiszen akkor is a béketábor azt jelentette, hogy a szovjet imperialista törekvéseket nehogy valaki megpróbálja megpiszkálni. Ugye így, ahogy vagytok, üzente Moszkva, hogyha egyszer Kelet-Berlin a miénk, akkor az a béke jegyében az maradjon is a miénk, és azt tőlünk nem lehet elvenni. Rettenetes. Nos, kérem, vannak párhuzamok, igen, nagyon-nagyon érdekes, és nagyon hát keserű számomra úgy tűnik, hogy a magyarországi magyarság jelentős része támogatja ezt a fajta centralizált hatalmat, hiszen csekélyke többséggel, de mégiscsak a Fidesz legutóbb is megválasztották, azt hiszem 51% vagy ilyesmit kapott, ami hát nagyon sok, hát lássuk be, úgy értem politológiailag nem szokott ennyit kapni egy választáson egy kormánypárt, de ennyit kapott, joggal kormányozza akkor ő az országot, ha egyszer megválasztották. Az nem igaz, hogy kétharmados többséggel van, mert sokan így fogalmaznak, ez nem igaz, az már a parlamenti szorzás-osztás eredménye, de hát akkor is. De hát erre nem tudok mit mondani, tényleg láthatóan sokan ezt szeretik, és egyfajta ilyen, nem is tudok jobb szót, egyfajta feudális hierarchia. Ennek most ezt nem csak rossz értelemben mondom, a feudalizmusnak ugye az volt a lényeg, hogy biztonságot jelentett a széthulló római birodalom után. Ugye emlékszik a népvándorlás, sose lehetett tudni, hogy éjszaka kik jönnek, mit tudom én. Akkor a feudalizmus azt jelentett, hogy rendben van, én így robotolok, adózom, de te viszont megvédesz engem a katonáiddal, és ez működött. Tehát ez egy szép kölcsönös viszony volt, ugye a nemesség és a polgárság és a parasztság között. Hát, de hogy erre miért van szükség a mai Európa kellős közepén, ugye mikor mondjuk, tehát hogy Hegyeshalomnál még ezt az emberek érzik, és Nikkelsdorfnál már nem érzik ezt a szükségét,
és hogy megint lehet, nem tudom, és hogy Hegyeshalomnál a könyvesboltban nem lehet melegtárgyú regényt kapni, de Nikkelsdorfban a könyvesboltban lehet. Hát ez nekem ugyanolyan, mint hogy Hegyeshalomnál nem lehetett banánt kapni, és Nikkelsdorfban igen, és itt nem volt Coca-Cola, és ott volt Coca-Cola, és már megint kezdődik, vagy hogy átmegyek Esztergomból Párkányba, és akkor majd ott megveszem. Annyira nevetséges. Vagyis hát nem tudom, annyira furcsa, hogy miért érzik szükségét sokan, hogy meg ilyeneket mondanak, de átlag emberek is, hogy hát akkor talán ki kellene lépni az Európai Unióból. Meg vannak bolondulva ezek. Hát, mint a 3 éves gyerek, aki azt gondolja, hogy ő majd világá megy. De valahogy azt nem érti, hogy és akkor este mi, hol fog aludni, vagy ki fog neki vacsorát adni. Igen, igen. Ugye kétlak életet él, nem tudom milyen arányban, de hát talán fele-fele, London, Budapest közti ingázás. Az este jöttem meg, és ezért, ha szabad elmondanom, ez a frissen megjelent könyv most van először a kezembe. Igen. Innen fogok majd a Magvető kiadóba menni, ahol megkapom a példányaim. Igen, tehát akkor tényleg szó szerint ingázik, ami egyfelől bámulatos, nem erről akarok beszélni, csak mondom, ugye 47-ben született, tehát akárhogy számolom, 76 éves. Hát igen. Még 50-60 éves emberek sem nagyon szeretik ezt az állandó röpködést. Meg lehet szokni. De nem ezt akarom kérdezni, hanem hogy ugye London, ha Magyarország ennek a feudalizmust egy meglehetősen szimpatikusnak találó országnak tekintjük, hát Anglia és London ennek a szöges ellentéte. Így, az egy polgári ország. Igen. Onnan nézve, tehát egyáltalán látszik onnan Magyarország, nem önnek, hanem úgy általában. Mennyire vagyunk mi, mert ugye egy kicsit azt is érezhetjük, aki erre fogékony, a politikusi megnyilvánulásokból, hogy hát mi most valami borzasztó lényeges dolgot csinálunk, itt küzdünk valami ellen, ugye szinte egymagunk már megint, de hogy ez látszik-e vajon a távolból? Milyen furcsán fogalmaz, ha szabad mondanom, így fogalmazott, hogy mi valami furcsát csinálunk, nem tudom kire gondol, én őknek mondanám a Fideszt és a jelenlegi kormánypártot. Otthon nem használtuk soha egyikben gyerekkorunkban se a mi szót, mindig ők volt. Az volt a Rákosi, az volt a Kádár, az akárki igen, lehetett, igen. De az mi voltunk. De kérem, értem, van aki a mai Magyarországot a mi szóval írja le. Én nem tartozom ezek közé. Már csak azért sem, mert látja, egyrészt angol tanár vagyok, és az angol nyelvvel ez egyáltalán nem szokásos. Tehát az, hogy bányáink termelése fokozódott az elmúlt évben, ilyet angolul nem lehet mondani, our mines, csak akkor, ha magának tényleg vannak bányái, de nem a brit bányák. Azt úgy kell mondani, hogy a brit bányák. Nos, vagy sportolóink, vagy mit tudom. Visszatérve, nem. Magyarország nem nagyon látszik onnan, hát egy kis nagyon tiszteletre méltó, de jelentéktelen tényező a világ térképen. Hát inkább kínos néha, tehát hogyha mondom valakinek, hogy magyar vagyok, akkor úgy rám néz egy kicsit, hogy ja Istenem, ami ugye nagyon nehéz, mondják az emberek, és akkor mondom, hogy hát nem annyira mondom, hát azért nagyon szép, szép város. Kicsit olyan emlékszem, mint amikor fiatal voltam, és akkor kelet-német kollégák jöttek, és mondtam, hogy ő német, német, igen, hát az NDK-m, igen, igen, hát igen, igen. Az ember egy picit olyan, érti, olyan szán. Igen, de hát ez borzasztó szomorú. Ez borzasztó szomorú, igen, igen, igen. De és kínos, és főleg, hogy mert akkor még lehetett érteni, hát a világpolitika, meg a jaltai egyezmény, meg a nácizmus, meg a háború, meg amit a jó berlini fal, egy borzalom volt, de valahogy úgy érezni lehetett, hát érti, nem tudom, mint egy seb, ami nem akar begyógyulni, de most, hát de miért? Hát érti, most csak azért, tényleg arra kell gondolom, csak azért, mert Orbán miniszterelnök szeretné a hangját valahogy minél hangosabban hallatni, és akkor hát olyasmit próbál mondani, hogy minél hát feltűnőbbet, vagy botrányosabbat, vagy furcsábbat. Ez az egyik változat. A másik változat, hogy talán valami általam nem átlátható érdeke fűződik az oroszok
hoz való hát, kapcsolódáshoz, de az megint olyan szomorú, hogy Magyarországot teszi meg az utolsó csatlósnak. Hát ezt már egyszer eljátszottuk a Hitlerrel. Hát most akkor megint, mikor már mindenki kijózanodott és elállt mellőle, akkor még mindig. Na jó. Igen, ennek biztos van egy oka, ami megfejthetetlen számunkra, vagy számomra is, meg nagyon sokak számára. Még egy pillanatra nyelvészkedjünk, de hát ez egy ilyen politikai nyelvészkedés lesz. Ugye említette, és erről írt is talán a Népszabában, ugye fut egy sorozata, a Londoni Levelek címmel, nagyon jó írások, és nem is olyan rég volt talán benne, pont ez, hogy ez a mi, tehát igen. Hogy fogalmaz egy adott igen. esetben egy magyar, igen. hogy igen. hazánk, azt írta, hogy az igen. angoloknál ilyen, vagy angolban ilyen tulajdonképpen nincs is, hogy hazánk. Igen. A kérdésem az, hogy ez egy egyenes összefüggés a gondolkodással is, tehát a mentalitással, hogy, hát, hogy ez a nyelvben ez egy leképeződése annak, hogy én nem egy közösség akarattalan tagja vagyok, hanem egy individuum vagyok, aki valahogy viszonyul ehhez a közösséghez. Igen, bár most belecsempészte azt az út, hogy akarattalan. Talán. Ugye azt nem tudom, mert persze én nem mondanám, hogy a Jászi Oszkár, vagy a Bibó István, vagy a Kossuth Lajos akarattalanul volt tagja ennek a közösségnek. Ők nagyon is akartak valamit, aztán vagy sikerült nekik, vagy nem, általában nem sikerült nekik, de azért nagyon tiszteljük őket. De, tehát érdekes módon a közösségen belül akar valamit, a közösséggel akar valamit, a közösséget akarja megmozgatni. Ez az angol szász világban, tehát Anglia-Amerikában sokkal kevésbé van így, ez kétségtelen. De valahogy tudom, hogy néztem a múltkor egy szöveget, ami franciául volt eredetileg, de egy angol műbe volt beleszőve. És franciául az volt, hogy la patrie, a haza. És angolul France-nak volt fordítva, Franciaország. Mert hát nincs különbség. De nincs is egy szó erre? Igen, valahogy nincs értelme. Igen, igen. Jó, lehet olyat mondani, hogy fatherland. Igen, ám csak egyrészt a fatherland az nagyon nácisan hangzik. Hát az a német Vaterlandnak az angol megfelelője. Tehát ez nem jól hangzik. Illetve hát olyan folklór. Tehát, hogy a nagyapám könnyezve emlékezett az ő fatherlandjéről, amely a hegyen túl volt egy másik falu. Tehát ilyet lehet mondani. Egy új téma, amúgy is szóba hoztam volna, de az előbb érintőlegesen szóba is hozta. Azért tartom fontosnak, illetve hát egyáltalán nem érzem úgy, hogy ezzel illetlenséget követek el, hiszen erről nyíltan szokott beszélni, és pont ez, ami nagyon érdekessé teszi szerintem a kérdést. Ugye említette, hogy Hegyesalomban még nem lehet meleg irodalmat, meleg témájú irodalmat kapni, Nikelsdorban már igen. Ezt persze nem egészen jó, értem, de... Igen. De hogy ugye ön a melegségét nyíltan vállalja, és a kérdésem igazából egyfelől, vagy elsőként pont ez, hogy ez ma még mindig nem magától értetődő Magyarországon. Nyilván magától értetődőbb, mint mondjuk 30 éve volt, de azért még mindig nem teljesen. Tehát nagyon sok olyan ember van, akiről úgy sejteni lehet, meg tulajdonképpen nyilván ő is tudja, hogy mindenki tudja, de valahogy mégsem, nem azt mondom, hogy ezt világá kell kürtölni, de azért éppen akár el is lehet mondani. Na, erre gondolok, hogy ez azért nem egy evidencia. Miért van ez ön szerint? Húha! Hát én nem vagyok szociológus, én csak azt tudom mondani, hogy az ilyesmi lassan változik, elindul mindig nyugatról, a civilizáltabb hát magból, hogy így mondjam, és akkor terjed kelet felé, ahogy hát mondjuk a közoktatás, vagy gondoljon a nőemancipációra, nagyon hasonló. Nagyon hasonló. Tehát elkezdtek valakik ugye sikítozni Londonba, meg New Yorkba, hogy a nőknek legyen válaszoljoguk, meg mit tudom, hogy akkor szép lassan elérkezett. De még Magyarországon én úgy tudom, valamikor a 30-as években lett csak a nőknek válaszoljuk. 1930-as években.
Tehát lassan jön. És amikor a nőemancipáció megkezdődött, nagyon sokan azt mondták, hogy én nem adom a lányomat gimnáziumba, én nem adom egyetemre, a lányomat, mert kurva lesz belőle, annak otthon van a helye, a tűzhely mellett, mit tudom én is, gyanakodva néztek azokra a nőkre, akik mégiscsak ezt megpróbálták. Nagyon hasonlít a melegség emancipációjához az egész. Megint vannak, akik már nagyon előre mennek, és tiszteletem az övéké, és harcolnak, és hogy mondjam, odaláncolják magukat képletesen a igazságügyi minisztériumhoz, vagy ilyesmi. Mások meg, hát csak hümögnek, megint mások esetleg még mindig a konzervatív érzület miatt riadtan nézik a változást, hogy mit akarnak ezek, vagy miért. Nagyon furcsa, hogy kiment alóla tulajdonképpen a szakrális tartalom. Tehát a legtöbb ember igazán nem tudja már megmagyarázni, hogy miért is idegenkedik ettől, míg mondjuk még 100 évvel ezelőtt lehetett azt mondani, hogy ez valami transzcendens értelemben bűnös dolog. Hát ezt így nem vonja, nem gondolja senki, azt hiszem komolyan. Az egyházak is ezzel úgy bajban vannak, látszik, hogy ők is hát úgy hagyományból ezt ellenzik, mert ez van az szokásukban, és egy egyház az ne változzon gyorsan, egyetértek ezzel, lásd papi nőtlenség kérdése, vagy hogy a katolikusok nőket nem akarnak pappá szentelni, majd szépen lassan. Jó, de ugye arra sincs igazán magyarázat, hogy miért ne, mikor a református templomban már van. Hát nem tudok erre mit mondani, lassan, de hát nézzen a térképre, azért félúton vagyunk Bécs és Belgrád között. És ez mindenben megmutatkozik. Az, ami mostanában történik, ugye ha úgy nézem, akár ez az emancipációs folyamat, amit említ, ez is egy darabig ugye haladt. Most viszont politikai részről egy pár éve egy elég komoly határkövet, vagy követ görgettek elé, hogy ne haladjon úgy. Mennyire látja, hogy ez milyen hatású? Tehát, nem tudom. Az, hogy a Fidesz propaganda mást mond, mint ami ez a lassú, de mégiscsak állandó társadalmi változás, ez kínos és megszégyenítő. Nem mi ránk melegekre, megmondom őszintén, hanem a Fideszre. Mert miért csinál ilyesmit? Miért veszi ezt elő, és miért jó ez? De hogy mondjam, miért kell ártatlanokat besározni? De hát én nem szabad összetéveszteni a magyarországi közbeszédet vagy közérzületet a Fidesz propagandával. Hát de azért nagyon hat rá, ezt látjuk sok mindenben. Szerintem 2-3 éve az emberek egy jó része nem tudta, hogy ő tulajdonképpen oroszpárti, és fél év, egy év alatt oroszpárti lett. Tehát hogy azért ezekkel lehet hatni az emberek gondolkodására. Igen, ebbe igaza van, és ez elég szomorú. Igen. Önt érte valaha atrocitás egyébként, amiatt, hogy vállalja a másságát, melegségét? Nem. De sokakról tudom, hogy igen, és hát nekem szerencsém volt. Most, igen, akkor jó, ezt talán még lenne kérdésem, de most menjünk tovább, mert az időnk egy kicsit fogy, és még mindenféleképpen beszélnünk kell például a műfordításról, mégpedig abból a szempontból, ugye azt lehet tudni, hogy Shakespeare-t fordít, Dantét, hát azt, amikor olvastam, hogy ugye a Dantéhoz úgy jött meg a kedve annak idején, hogy valamilyen beszélt helyzetben olaszul kellett megszólalni, és egy olasszal beszélve, és akkor rájött, hogy ó, hát megy ez még, ez ugye nagyon könnyednek hangzik, valószínűleg azért nem ennyire könnyű dolog ez. Minden esetre itt már nem is tudom, talán Csíkszereda, vagy azt hiszem Csíkszeredában járt nemrég, ugye, az egyetemen, a Szapiencia Tudomány Egyetemen, és ott van önről egy rövid leírás, és abban fogalmaznak így, hogy 2005-ben pedig a Magyar Köztársaság Babér Koszorúja díjjal jutalmazták költői és bátor szellemi műfordítói munkásságáért. Így van. A költőit tökéletesen értem, a bátor szellemi az mire utal? Hát gondolom arra, hogy
miután a vasfüggöny hát fölemelkedett, vagy lesüllyedt, vagy mit csinált, szétfoszlott. Ugye az előbb említett hát ortodox értékvédés a magyar kultúrközösség részéről okafogyottá vált, tehát az, hogy ne nyúljunk Babics, Kosztolányi, Arany, stb. Fordításaihoz, mert különben a párt lecserélteti velünk, hát ez okafogyottá vált, és elkezdtek a színházak vágyni arra, hogy más szöveggel, új szöveggel játszanak klasszikusokat. Ugyanúgy egyébként, ahogy más kosztümben, vagy kosztüm nélkül, más díszletben, vagy éppen díszlet nélkül, így modernizál, úgy modernizál, ilyen koncepció, olyan koncepció. És akkor ehhez kellettek új fordítások, és akkor hát indult be ez az ipar nagyobb mértékben. Jó magam, és mások is kaptunk megrendeléseket, például Shakespeare szövegek fordítására. És a bátor szellemi, mert ez ugye gondolom inkább az utána jövőkre vonatkozik, amikor már fordított is, tehát nem csak az, hogy elvállalta, hanem igen, magára a hozzáállásra utal. Hát igen, tehát hogy olyasmiket írtam, amik nem feleltek meg a hagyományos normának. Nagyon érdekes, egy fiatal jogász például, be akarta perelni, végül elállt ettől, de be akarta perelni az Örkény Színházat, mert jegyet vett, és elment megnézni a Hamletet, Shakespeare darabját, és az én fordításomat játszották, ő azonban azt várta és remélte, hogy az Arany János fordítást fogja hallani. És megpróbálta, jó, én értem, hát a fiatal jogászok ugye hát ezzel próbálgatják az oroszlán körmeiket, hogy miből lehet egy jó kis pert csinálni. Be akarta perelni a színházat, mondván, hogy őt, hát megrövidítették, vagy megkárosították, vagy mit. Végül azt hiszem a színház jogászával hát aztán egy meccset folytattak, és ő elállt ettől, de csak mondom, hogy na, hát ha tetszik, a bátorságomat látja, ebben is megmutathatjuk. Tehát, hogy hát igen, hogy mást írtam, hogy meghökkentő sokszor, érti? Tehát nem azt mondja a színész, hogy gyarlóság, asszony a neved, hanem azt mondja a színész, hogy a jellemhiba másik neve nő. Aha. Hú, ennyire különbözően lehet egy eredeti mondatot lefordítani? Igen. És ugye nyilván az újrafordítások azért váltak szükségessé, mert ahogy most említett is egy példát, egyre kevésbé értünk egy nyelvet, amit 100 éve még természetes, vagy nem tudom, 50 éve, vagy akárhány éve jobban értettek az akkoriak. Ez is igaz, tehát van egy természetes avulás a nyelvnek, de van stíluskérdés is, tehát Mésző Dezső például, nem olyan régen, ugye 50-es, 60-as, 70-es években dolgozott, ott nincs ilyen probléma, de nagyon más stílusban. Ő egy zenésebb, ha mondhatom így, egy bársonyosabb, egy lágyabb stílusban fordított. Én egy karcosabb stílust használok, és az a rendezőn múlik, hogy azt mondja, hogy nem, hát az én produkciómhoz inkább ez kell. De ez tovább is megy, mert Eszenyi Enikő, a kiváló színész és rendező, megcsinálta a Rómeó és Júliát a Vígszínházban, színházban, jó pár évvel ezelőtt, és ott meg nem az én fordításomat választottam, mert ő meg azt érezte bársonyosnak és lánynak és zeneinek, és csináltatott egy újat. Igen. Aha, tehát neki egy kifejezetten érdes valami kellett. Igen, és Varró Dániel, fiatal kolléga, csinált egy másikat. Eddig melyik volt a legnagyobb ilyen vállalkozás? Ugye Shakespeare drámák, Dante isteni színjáték, azt tűnik így a legnagyobbnak kívülről, hát de nem kilóra, tudom, hogy így van. Igen, kilóra. Nem is kilóra, inkább munkára, nehézségre, vagy hát kihívásként. Érdekes, mert az isteni színjáték nagyon sok és hosszú, és szinte minden során el lehet tűnődni, hogy most ez szellem vagy léleknek fordítsam, ami itt van, vagy bűnnek fordítsam, vagy gyarlóságnak, vagy mit tudom. De azért a Hamlet volt a legnehezebb. Igen? Hát igen, mert ott a színpadra kell írni, és ott ugye másodpercek alatt hangzik el egy mondat,
És akkor most érteni fogja a közönség, nem fog érteni, mennyit tegyek bele, vagy mennyit hagyjak ki a dúsan telepakolt Shakespeare-i szövegből ahhoz, hogy mégiscsak érthető maradjon. Egy tanár barátom mesélte, hogy elvitte a gyerekeket megnézni a Hamletet az én fordításomban, és utána az egyik gyerek azt mondta, hogy hát ez nagyon érdekes volt, mondta, az elején ő sokáig, mikor már elkezdődött az előadás, sokáig várta, hogy jó, de mikor jön már a Shakespeare? Aha. Vagyis, hogy az, amit hallott az én fordításom, azt gondolta, hogy ez talán valamilyen könnyített bevezető, vagy előhang, vagy valami, és aztán egy ponton majd padlógázt adnak, aha, és akkor aha. majd ő nem fogja érteni. Jön az a fura nyelv, amit... Igen, de ez nem következett be. Hát ezt is lehet, ha tetszik, a bátorságon érteni. Egyébként Shakespeare a maga idejében egy akkori néző-hallgató számára olyan egyértelmű volt, mint az ön szövege egy mai diák számára, vagy ott már törni kellett a fejét esetleg az embernek? Ezt nagyon nehéz megítélni. Vagy hogy bonyolultabb be esetleg? Nagyon nehéz megítélni. Igen. Ne felejtse el, hogy az emberek egész más, sokkal jobban tudtak hallott szöveget feldolgozni, mert alig-alig volt vizuális kultúra. Képek nem nagyon voltak. Mozi nem volt, tévé nem volt, nyomtatott szövegben képek, hát csak minimálisan, festmények a leggazdagabbak házában lógtak, és akkor azt bámulták, hogy na hát, ló, ember, mit tudom én. Olyanok voltak tehát, mint ma a vakok, akik bámulatos mennyiségű információt tudnak pusztán hallás alapján ugye feldolgozni. Ezért ezt nehéz... Tehát nehéz eldönteni, mert nem tudjuk, mi volt, milyen háttértudás állt rendelkezésre. Igen, ez sokkal többen. A másik, hogy nagyon nagy különbség volt a nézők műveltsége között, és mivel már az egy demokratikus polgári társadalom volt, jártak ugyanabba a színházba a műveltek és a kevésbé műveltek, és az az érzésük a szakembereknek, hogy a Shakespeare ügyesen hol ide, hol oda szólt, és néha a páholyokban ülő műveltebbek cuppantottak, hogy máj, de jó, latinos kifejezés, néha meg egy kicsit hát gatyaletolós módon a földszinti közönségnek. Tehát erre kell gondolnunk, de tehát valószínűleg nem ugyanaz a néző élvezte végig az egészet, de ismétlem, hallatlan, hogy mennyit tudhattak. Szóval ez abból is látszik, hogy mivel díszlet nem volt, hát nagyon gyakran bejön egy szereplő, és elmondja, hogy hol vagyunk. Itt ezek az árnyas fák, stb. Aha. És azt jól olvastam, vagy nem, talán egy műsorban pont ön mondta, igen, hogy Angliában, vagy angol nyelvterületen, gondolom inkább Angliában, nem történik ez Shakespeare-rel, mint nálunk? Tehát nem nyúlnak hozzá az eredetihez? Vagy ez azért, vagy rosszul értettem ezt? Nem, igazam, a rendes felnőtt kőszínházban nem nyúlnak. Tehát azt azon a nyelven adják elő, ahogy... Igen. És ez az angoloknak nem borzasztó nehéz? De elég nehéz, de szokás kérdése is, kérem. Tehát, hogy is mondjam csak... Ugye Shakespeare sok darabot írt, és azok között nagyon jók is vannak. És aki jár színházba, az egy kicsit megszokja. Gondoljon arra, hogy amikor én gyerek voltam, még azt mondtuk a templomban, hogy szálla alá poklokra. De hát ezt értettük, szálla alá poklokra, mert ez volt jó, én katolikus voltam, tehát ott magyarul kevés volt, de pláne aki református volt, hát ott minden magyarul ment, az ő fertelmességöket, meg ilyenek voltak. Hát szóval, ha az ember sokat hallja, meg lehet szokni, mint egy nyelvváltozatot. Igen, ezt kell mondanom, érti? Mint aki mondjuk szlovák ember elmegy Prágába, a cseh színházba, azért érti, hogy mit beszélnek, bár a szlovák meg a cseh. Nem ugyanaz, de hát nagyon hasonló. Az angolok persze ifjúsági célra, meg mindenféle más célra csinálnak könnyített
Shakespeare. Tehát ez a nagy közszínházi előadások, ott viszont ott szent, nem. Szent ott, a szöveg. Ott nem, igen, mm. Igen, igen. És én, hát látom, jó, persze, aki oda jár, az tudja előre, hogy mit fog hallani. Mm-hmm. Tehát nem pereli be a színházat, hogy ez már nem megint milyen, be a milyen érthetetlen. Igen, és nem véletlenül jutott eszembe azért a templomi szertartás, ahol megint csak minden vasárnap ez hangzott el, és ezért az ember tudta, itt is azon, tehát olyan nagyon kevés ül a kőszínházakban, aki izgatottan várná, hogy most akkor megöli a feleségét, vagy nem öli meg. Aha. A fordítással, talán nem is annyira a műfordítással, bár erre, pont erre is fog vonatkozni a kérdésem kapcsolatban. Ugye ma nagyon sokat hallani a mesterséges intelligencia különféle területeken való térnyeréséről, és hát az egyik terület az, az az írott szöveg, és ezen belül a fordítás is. Ugye most már tényleg azért ott tartunk, hogy nagyobb nyelvek között egy egyszerű, egy sablonosabb szöveg, az tulajdonképpen majdhogy nem makulátlanul fordítja le. Bámulatos. Eljöhet az idő, amikor a műfordításban is ez, tehát egyszerűen leváltja az embert? Nem hiszem... Nem hiszem, mert hát nem tudom, valahogy már most is egyébként a műfordító kollégák is szoktak használni mesterségeset, és de hát utána hát át kell nézni. Most hát ugyanolyan lesz akkor talán, mint mondjuk most a szótár használat. Hát az is tulajdonképpen egy segédeszköz, és a szótárban ott van 4-5 féle, de hogy most dühös, vagy haragos, vagy mérges, hát azt azért én döntöm el, és ez ugyanígy lesz, azt hiszem, a mesterséges intelligenciával is, hogy ő azért ezt szerintem nem fogja tudni. Ezeket az árnyalatokat hát nem fogja. Hát pláne adott évtizedben, adott kultúrában, tehát valamennyire azt gondolom, hogy hozzá kell nyúlni, és át kell fésülni. Tehát akkor a műfordító, a szerepe is egy kicsit változik, mert majd, hogy nem közelít a lektor szerepéhez, aki helyre teszi igen, igen, vagy a szerkesztő, vagy a szótár értelmében. Azt hiszem, igen, ezt lehet mondani, és akkor azt kell mondani, hogy na nem, hát azt te itt most ne mondjad. Hogy... Igen. Ez jó vagy rossz irányú folyamatnak gondolja? Nem akarok erre válaszolni, mert hát... hogy mondjam, mint konzervatív öregember, persze rettegéssel nézem ezt, de az agyam másik fele, meg különösen mint nyelvész, aki hát azt tanulta, hogy a változás változás, és ez megy évezredek óta, és hát a, biztos a könyvnyomtatást is nagy aggodalommal nézték annak idején a kódex másoló szerzetesek. Joggal ráadásul. Ugye, hiszen az akkor most mi velünk mi lesz? És igen, meg a pergamen gyártó vállalat, aki azt mondta, hogy most akkor nem, ezentúl nem, nincs bizony. Igen. Igen. Köszönöm szépen, még egyetlen kérdés, illetve nem is kérdés, inkább még egyszer felhívom van figyelmet az új kötetre, és ugye ma szerdai napon vesztük fel ezt az adást, ma is kerül műsorba, és másnaptól könyvhét. Az utolsó kérdésem az, hogy mennyire, hogy ilyen egy nyelvésznek is nagyon tetsző, borzasztó fordulattal éljek, mennyire tartja az újját a magyar irodalom, vagy a magyar könyvkiadás ütőerén? Tehát, hogy követi-e, vannak-e mit tudom én, lát-e olyan fiatalok között? Tehát akár ilyen ajánló jelleggel kérdezem szinte, hogy mi az, amit fontosnak tart mostanában a... Hát ütőerén ez talán túlzás, meg ugye csak félig meddig vagyok itt, de persze azért sokat vagyok itt. Hát azt ajánlani, mindenképp ajánlanám Tóth Krisztina legújabb kötetét. Hát olyan nagyon fiatalnak nem nevezném őt. Egy befutott író, de nagyon jó, és megint nagyon jóval állt elő. Istenem, mi a címem, hogy tudom, ahonnan látni az eget, vagy valami ilyesmi, vagy ahonnan látszik az ég, vagy ilyesmi a címe, ezt szívből ajánlom. Köszönjük szépen, mi pedig még egyszer ajánljuk akkor a új Nádasdy kötetet, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóinkat, nézőinket pedig még egyszer engedjék meg, hogy arra biztassam, hogyha tetszett ez az adás, vagy hogyha tetszik az, amit csinálunk, akár a nyomtatott lap, akár az online tevékenységünk, akár ezek a podcastek és portfóliósorok, amelyeket
hétről hétre készítünk, akkor ha tehetik, támogassanak bennünket előfizetéssel, különböző támogatási formákkal, ezekről a hang.hu oldalon minden lényeges információt megtalálnak. Köszönjük szépen!